Ma még csak az ünnepi díszhópelyheket lehet látni Szabadka központjában, hétfőre azonban már valódi hóesésre is számíthatunk. Az őszies esős idő téliesre fordulhat hószálingózással, mondta el Kovács Géza meteorológus. Eleinte esőre van kilátás, majd délután este felé a hőmérséklet erőteljes csökkenésével az esőt hó váltsa fel, úgyhogy valószínűleg az éjszaka, hétfő éjszaka, illetve a keddi hajnali órákra befehéredik a táj, tehát összefüggő hótakarról van kilátás. Az északnyugatról érkező hidegfront csütörtökre elhagyja a térséget. Szárazabb időjárás érkezik, hétvégére ismét enyhülés jöhet. Pontosabb előrejelzéseket egy hétre előre lehet készíteni, találgatni azonban egy hónapra előre is lehet, leginkább a statisztikai adatokból. Vannak ilyen természetesen ilyen modellfuttatások egy hónapra, úgy tűnik, hogy nagyobb lehűlés nem várható. Egészen új évig lesznek természetesen átmeneti havazások, hózáporok, kisebb hóesés is, akár nagyobb is, de általában ennek a folytatása mindig egy enyhülés lesz. Igazi farkasordító hidegre, mínusz hőmérsékletekre 2014. januárjában, februárjában számíthatunk.